Ebben is nyugszik Gyula 2014-es turisztikai marketing terve. Ennek kidolgozásához elsőként egy helyzetértékelést kellett készíteni az előző évről, hiszen csak ennek tükrében lehet turisztikai terméket fejleszteni, majd ezt népszerűsíteni. Gyulán a vendégészakák számának 90%-át a belföldi vendégek adják, és csupán a maradék 10% érkezik külföldről. Ezért az egyik legfontosabb eleme a marketing tervnek a külföldi piacok megcélzása, különös tekintettel Szerbiára és Romániára. Már évekkel ezelőtt felmerült a Gyula kártya bevezetésének ötlete, ám a tényleges használata csak ez év márciusában kezdődhet meg. A kártyát igénybe vevő vendégek számos szolgáltatást ingyenesen vagy kedvezményekkel vehetnek igénybe, melytől további emelkedést várnak a szakemberek. Első körben most közel 50 kedvezményes és ingyenes szolgáltatás is van, tartozik a Visit Gyula kárthoz. Ezt 40 gyulai kisebb és nagyobb szálláshelyen igényelheti a Gyulán megszálló vendég, amennyiben Visit Gyula kárt csomagot választ. Most a Visit Gyula Card magazin, melyet a Budapesti Utazás kiállításra jelenítünk meg első ízben, jövő hét végére, ott egy példát szemléltettünk, egy példa útján kiszámoltuk, hogy egy 4 tagú család egy 5 napos gyulai tartózkodás esetén 30%-ot is megspórolhat a programok árából, amennyiben a Visit Gyula Cardot veszi igénybe. A Gyulát népszerűsítő kiadványok a magyar mellett jelenleg 3, angol, német és román nyelven jelennek meg, az idei tervben pedig már a szerb is szerepel, később pedig az orosszal is szeretnék kibővíteni. A gyulai turizmust idén is több felületen kívánja népszerűsíteni a város, így a televíziós, rádiós és a nyomtatott sajtó mellett az egyre népszerűbb online felületen is. Az internet a fő vonzerő, ez kiderült a 2012-es vendégelégedettségmérés során is, hiszen a vendégek több mint 90%-a az előzetes utazási döntését az interneten keresztül realizálta, úgy döntött el, ott tájékozódott, ezért nyilvánvalóan az idén is a marketing tevékenységünk elsősorban online felületre irányul, és azért jó ez, mert egy online felületen mindent meg tudunk jeleníteni. Tehát elfér minden, minden vonzerőről, minden tartalom, programok, hírek, minden, amit csak magunkról akarunk kommunikálni. 2014-ben a turisztikai Kft. Hozzávetőlegesen 70 millió forintból gazdálkodhat, ebből fizetett hirdetésekre, kiadványokra közel 20 millió forint áll rendelkezésre. A Turinform irodában naponta átlagosan 80 fő szokott betérni, de a főszezonban ez a szám elérheti a 130 főt is.